Szia! Délután 3 óra. Egyre hangosabb a motorzúgás az utcákon, és egyre több lépéskoppanása visszhangzik Fehérvár járdáin. Felnőttek és gyerekek veszik hazafelé útjukat. Véget ért a munkaidő, befejeződött a tanítás. Van azonban egy hely, ahol csak most indul be igazán az élet. Örülök, hogy látlak, kis úr. Gyerekek érkeznek, akik az ifjúság magabiztosságát sugárzó határozott léptekkel közelednek a Szent Imre iskolaház kapujához, ahol Németh Ádám várja őket. Jönnek kicsik, jönnek nagyok, óvodások és iskolások, lányok és fiúk, csendesek és cserfesek. Egy azonban közös bennük, két otthonuk van, az otthoni otthon és a Szent Imre iskolaház. Paradicsompalentákat ültetnek a fiúk, a lányok pedig hintára pattannak a verőfényes téli napsütésben. A délutánok itt sosem unalmasak. Az iskolaházban a gyerekek többnyire azt csinálhatják, amihez csak kedvük van. De ez így mégsem teljesen igaz, hiszen napirend szerint éli itt mindenki az életét. A szabályok azért fontosak, mert megtartják a gyermeket, és korlátokat jelentenek, amik között azért vidáman lehet mozogni, de azok kapaszkodók neki, hogy tudjon tájékozódni. Igaz is bele, baba. Amíg az udvaron palentát ültetnek a fiúk, odabenn a házban is zajlik az élet. Dekötöm a hajatot. Délutánonként ugyanis először kifújják magukat a fiatalok. Ez az idő a beszélgetéseké, a játéké és az uzsonnáé. A közösségünk az nem egy iskolai osztály, nem lebecsülve azt a közösséget, csupán ez máshogy működik, máshogy kell működjön. Inkább egy nagy családhoz hasonlít, és mind a napi rendünkben, mind az egymás közötti kommunikációnkban, viszonyunkban ez a meghatározó. Ahogy egy szülő szereti a gyermekét, úgy igyekszünk mi szeretni őket, hogy egy szülő figyel oda a gyermekére, szeretnénk mi is azt a figyelmet adni nekik. Fél 5-kor kezdődik a tanuló óra. Erre az időpontra még a legutolsó kisdiák is megérkezik. Mivel kezdtek? Magyar matek? Matekkal. A gyerekek nem maradnak magukra a házi feladattal sem, hiszen az önkéntesek mellett a ciszterci és a vasvári iskola diákjai is segítenek nekik a tanulásban. Amíg a gyerekek a tanulással vannak elfoglalva, addig az iskola vezetőtől megtudom, hogy az intézményt fenntartó Dévai Szent Ferenc alapítvánnyal és az alapító Böjte Csaba Ferences szerzetessel 6 évvel ezelőtt került kapcsolatba. Németh Ádám aktív tagja volt a 2 éve Polgárdiban létrehozott iskolaháznak, majd a fehérvári közösség vezetője lett. Én 6 éve kezdtem el táborokat szervezni a dévai gyerekeknek. Nem képletesen, hanem szó szerint, akik Déván élnek, és én ott ismertem meg az alapítványt, az alapítvány gyermekeit, és Csaba testvért is. 2,5 évvel ezelőtt elindult a Polgárdi iskolaház. Most már feleségem, de akkor még a mennyasszonyom gondozásában, motorizálásával, és hát én is ott voltam mellette, amiben tudtam, segítettem, akkor még középiskolai tanárként. Mikor ez a Polgárdi ház beindult, akkor én vittem, illetve hoztam le gyermekeket az én akkori munkahelyemről, egy gimnáziumból, és péntekenként ott segítettünk. Ezután Cserpalkovics András polgármester úr kérte, hogy Székesfehérváron induljon valami hasonló, mint ami Polgárdiban akkor már szépen működött, és ekkor kért az alapítvány elnöke meg, hogy jöjjek és csináljam én, és én azóta vagyok itt, és le nem cserélném semmiért. Németh Ádám azt mondja, az iskolaházban a lehető legjobb helyen van. Úgy jövök, hogy majd én szeretem őket, aztán meg ők szerettek engem. Ugyanolyan szándékom szerint ugyanolyan kapocs van köztünk, mint egy apa meg egy gyermeke között. És a szeretetet. Igen.
A Szent Imre iskolaházat a Bőte Csaba Ferences szerzetes által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány működteti. Az a célja, hogy a hátrányos helyzetű fiataloknak lehetőséget adjanak a kiemelkedésre úgy, hogy közben a családjukkal maradjanak. Sokat játszunk, sokat tanulunk, meg itt is iszunk. Igen, szülinapot is tartunk. Karácsonyt is tartunk, és az nagyon jó mindegyik. A napközi otthon feladata nem csak a tananyag elsajátítása. A vidám együttlétek megtanítják a gyerekeket az együttműködésre, a csapatmunkára és az egymásra való odafigyelésre is. Aki ide betoppan gyermek, azt legelőször is az ajtóban örömmel üdvözöljük. A köszönés is lehet hideg, tartózkodó, de lehet szeretetteljes üdvözlés. Most, ha már én lehajolok hozzá, kezet nyújtok neki, a lányoknak adok két puszit, akkor onnantól már nem kell sok, hogy legközelebb ő tartsa az arcát. Hogyha beljebb jövünk és együtt meguzsonnázunk, mindezt vidám hangulatban, jókedvel tesszük, akkor ezek nagyon egyszerűvé váló dolgok. Nem el kell fogadtatnom velük azt, hogy ez egy jó hely, sem azt, hogy én szeretem őket. Pusztán ki kell mutatni, nem elég szeretnem őket, hanem érezniük is kell, hogy szeretjük őket. És ez a kölcsönös szeretet ennél egyértelműbb nem is lehetne. Kálem bácsi, nagyon jó fej, el lehet vele rögni. Nem olyan, mint a többi tanár, hogy ülj le, állj fel sarokba. Hát, Ádám bácsi egy nagyon kedves lélek, főleg amikor itt tanulunk, főleg amikor ötös hozok. A tanulási idő még mindig tart az iskolaházban, és ekkor a legkisebbek is asztalhoz ülnek. Az óvodások ilyenkor képességfejlesztő feladatokat oldanak meg. A Fehérvár különösen is segítőkész. Nagyon sok olyan önkéntes kopogtat az ajtón, aki egyszer-egyszer behozna valamit, egy tálca sütit, egy kis csokit, szaloncukrot, de olyan is van, aki aztán tényleg keddenként 2-3 órát velünk tölt. Gyakorlatilag minden nap 2-3 önkéntes segítőnk van a házban. Ez csodálatos dolog, egyedülálló a magyarországi házakban. A tanulóóra végeztével ismét gyerekzsivajtól hangos a ház, ugyan a fiatalok általában nehezen állnak neki a teendőknek, mégis tudják, érdemes elvégezni a munkát. Hát azelőtt mindig egyes, kettesre álltam, és ilyen hármas, négyes, meg ilyen ötösöket hozok. Ha nem kell tanulni, akkor például ez a kamasz fiú szívesen rappel. A Táncsics iskola hatodikosa körülbelül 2 hónappal ezelőtt került az iskolaházba, de mint mondta, ez idő alatt is sokat változott. Ezelőtt, mielőtt még ide kerültem, hát elég rossz társaságba kerültem, és hát amióta itt vagyok, és jó társaság, nagyon kedvesek egymáshoz itt mindenki, lehet nevetni is, hát úgymond jó hatással volt rám. Itt el tudom tölteni az időt, nem az utcán kódorgok barátokkal, hanem végre egy jó társaság, jó közösség, vannak célok, meg van miért küzdeni. Miért küzdeztem most? Hát mindért jobb jegyekért. Itt le tudok ülni, tanulni, meg itt tudnak nekem segíteni tanulásba. Otthon ez hogy volt? Hát otthon nem tud senki se nekem tanulásba segíteni. Az iskolaház Fehérváron 1,5 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit. Azóta Németh Ádám az önkéntesekkel és 20 fiatallal alkot egy nagy családot. Én semmiért nem cserélném el egy életkorban homogén társaságra ezt a csapatot. Hihetetlen varázsa van, amikor egy 11 éves mafla kamasz, aki egyébként egy
egy nehezebben kezelhető fiú, karon fogja a picikét, elmegy vele kezet mosni, vagy éppen beköti a cipőjét, hogyha megyünk kijátszani. Ezek a pillanatok olyan varázslatosak, hogy minket is előre visznek. El lehet ismerni ezt az értéket is, hiszen a segítségnyújtás, a kisebb, a gyengébb gyámolítása az érték. És ha egy ilyen gyermekről van szó, aki egyébként pedig viselkedésében nem mindig érdemel jutalmazást, hát akkor persze, hogy ilyenkor jobban megdicsérem még, mint hogyha egy más gyermekről lett volna szó. A közösség tagjaiban az a közös, hogy más-más okok miatt ugyan, de a hazai mellett szükségük van egy kis plusz támogatásra. A családi hátterük különböző. Nem is tudnék semmilyen szinten sem általánosítani, és példát sem szeretnék hozni. Viszont az elmondható, hogy otthon valamilyen oknál fogva küzdenek a szülők a megélhetésért. És ezen napi gondok az ő figyelmüket és kapacitásukat elfoglalják. Mi tudunk segíteni abban, hogy átvesszük a család bizonyos terhét. Itt tudunk velük foglalkozni a tanulásban, az ételkészítésben, és úgy engedjük haza őket, hogy itt melegbe voltak, teli hassal, jó kedvel, de otthon alusznak. Ez egy sarokkő, ez nagyon fontos nekünk, hogy nem családból kiszakadt gyermekekkel, hanem családban lévő gyermekekkel foglalkozunk. A gyerekek a délutáni szabadidőt követően este 7 óra körül az együtt elkészített és elfogyasztott vacsora, majd a közös takarítás után mennek haza a szüleikhez. Az iskola otthon úgy veszi le az anya és az apa hátáról a terhet, hogy a gyermeket nem szakítja el tőlük, a kicsit mégis szeretetteljes környezetben, vidáman, meleg helyen, teli hassal töltheti. Köszönöm.